Az ott a neve a komédiában. Jaj, az, de ez a Hugo Páncsi szerintem a Jimmy. Jimmy művész neve. Dogit kell megkérdezni a Hugóról? Lehet. Húzsa már kérdeztem. Ő mondta el, hogy mire van. Ez nem hangzik jól. Valaki sír. Mire bővök? De távolodna a hang. Tudod beszélni ezzel reggel? Is it Harvey? Ki beszél? Ha vagyok hozzá elég közel, akkor be kell mennem a sötét szobába? Ja. Na jó. Is it Harvey? Okay. Yeah, it's Harvey. Okay. I saw you suffering an electric shock. Láttam, hogy áramütésért. Mi történt? Tudta, hogy az én melegítőm volt. Oké, úgy kötött a kábeleket, hogy sokkot okozzam. Direkt csinálta, de Rose nem hitt nekem. Tudtam, hogy meg kell tenni a leckére. Tönkretette az én tárgyamat, úgyhogy én is, vagy az én tulajdonomat, úgyhogy én is tönkreteszem az övét. Oké, szóval belement a játékba a főnök úr. Megrázta őt az áram, Jimmy direkt úgy intézte. Az anyja a Jimmynek nem hitt neki. És utána úgy döntött, hogy ő is tönkre teszi a cuccát. Mit tehetett tönkre? Mit tehetett tönkre, ami Jimmyé? Mit tudnék erről kérdezni? Talán... Rótot? Bőröndök, nem. Crossbow-t? Talán csinált valamit a crossbow-val? Talán ez? Talán ez, nem? Talán ez? Vagy a trófeák? I found some trophies. Who won them? I don't know. Tudja. Biztos nem a trófea. Szerintem vagy ez, talán a crossbow. Miket érzitek? Hát a show tette tönkre? Erre nem tudom kérdezni? Ezt nem tudom bedobni. Nézzük akkor erre. When you said you decided to damage his property, is that connected to what you said about the wooden paddle? Nem, hülyeség. Whisky? Nem, de hogy is. Washing line az a doktoré. Kulcsra már kérdeztük. Talán ez lehetne. Ezzel. When you said you decided to damage his property, does that have anything to do with what you said about the crossbow? Cuccát, akkor van-e köze ennek a crossbowhoz? Nem. Már csak egyet hibáztatunk, chat, melyik legyen? A magazintól, amire nem tudtam bedobni. Nem tudom, hogy mi van a magazinnal. Nem tudom. Vagy a pósterrel, bocs. Nem hiszem, hogy ilyen lenne a gondolat, hogy tönkretette a műsorát. Ez fixen kell. Mivel állt bosszút?
Hát erre tudnék még gondolni, de hát... Maga az nem tud semmit. Rajz? Talán a rajz? Talán a rajzát tette tönkre? Talán az üzenet? Nem, Harvey erről nem tudott semmit. Nem nagyon van. Hogy talán a sétsityak? Nem, az máshoz kellett. Mit gondolt a chat? Megölte a nyulát? Az, a nyulat, az Jimmy ölte. És tehát a cucc, ami neked kell. Oké. Okay. Jaj. A kardot nem lehet tönkre tenni, szerintem. Jó, halucináljunk egyet. Körbe. Becsünk bele. Doktornak kéne a szállát elvarni, de nagyon belementünk a Harvey-nak a sztoriába, doktornak a sztoriát kéne lezárni, nem Chad? Valószínűleg ez lenne a play itt most már, nem? Erre kéne fókuszálnunk, hogy valahogy eljussunk oda, hogy a doktornak a sztoriát lezárjuk. Ne legyen ilyen keszekusza a dolog. Még mindig ott van az a paskolót, vagy a szeretelő deszka, a vágó deszka. Második emelet. Doktor, az hol volt, Chad? Kéne szobában út jelentem, hogy ütesz pár új tárgyat? Nincs rá szükség, szerintem. Az első emeletem? Jó. A fürdőnél volt, igaz? Nem hallom Jimmy-t. Kétszeretű szoba? Aj, ne! Tükörbe kétszeretű szoba volt? Ezek a hangok. Csilljünk itt egy picit. Te már jártam itt. Oké. Okay. 205-ös szoba, illetve vágódeszka. Ez a két nyomunk van, igaz? 205-ös szoba szerintem a Harveyhoz köthető, a vágódeszka meg a dokihoz. Mi köze lehetne a dokinak a vágódeszkához? Már használtuk a dokinál a vágódeszkát, nem Chad? Vagy azzal készített elő a kaját? Faszalban van a paskolt cuccol, bent volt az ember, nem tudta bemenni. Nálunk van, nem valahol megtaláltam a paskolt cuccot még a legelején. Azt mondta a doki, hogy mindig a pultnál volt a deszka. Rót a cuccot kéne kérdezni? Lehet. Akkor a doktor után mutatta a vágódeszkát. Én úgy tűnik, hogy mégiscsak mi mindig van valami a vágódeszkával, meg a dokival, csak vagy mi. Azt, hogy ütötte volna le? Vagy leütötte egyáltalán? Erre megyek? Valahol. Nem? Pedig erre mutatott az iránytű. Honnan szól? TV-ből? Hol szól ez?
Hello? Rádió az asztalon? Valószínűleg. Látok, a dokire lépett innen? Hol interaktoltam a dokival utoljára? Látszik, nem itt. És hát hol interaktoltunk utoljára a dokival? Hallom, itt van valahol Jimmy. Jó, akkor menjünk inkább addig a 205-öshez? Hagyjuk a doki sztoriát? Emlékszem, hogy hol volt a doki. Szobával arrébb? 205-öshez. Be akarta adni Jimmynek a cuccot, kajak valamelyik felső végén, basszus. Kajak. Szoba, igaz? Nem? Balra? Neee, össze-vissza megyek. Próbálnék elforogni. Így. 201, akkor szerintem jó irányba jövök. Három. 202. Földön van az exitje. Akkor itt beszéltem a dokival viszont, igaz? Ez ott az a zsákutca valószínűleg. Hello? Ritka, hogy lépjek? Nem hiszem, de lehet. Is someone there? Menjünk be. Semmit. Ó, baseball ütők. Mi Jimmynél van. Is someone there? Ez csak a nyom. Ez csak a nyom. Viszont tükrözzünk egyet. Úgy érzem, hogy nem a doki sztoria halad most. Azt hiszem a Harveynak a sztoria. Lehet, hogy ezeket tette tönkre a baseball ütőjét a Jimmynek, nem? Harvey. Én mindig ott. A dokinál van, a dokival találkozunk kell, és meg kell mutatnom neki azt a szeletelőt. Vágod deszkán. Felveszi a baseball ütőt. Első emelet. Vissza az elsőre. Doki, hol találkoztunk pontosan legutóbb, chat? Van bárki, aki erre emlékezne? Iránytűt használt, hogy meglegyen a doki? Ez az iránytű, ez kagyesz. Inkább csak összezavar, mint hogy segítene bármit is. Még furán van megoldva az irányzék. Ez nem jött össze. Valamit kell menetni a zsákutcába? Van 105-ös előtt? Terepció opcióhoz kell menni? Lehet. Hát azért most liftezzünk egy picit. Basszus, el vagyok veszve teljesen. Merre tudok kijutni innen? Totálos szélénbe indultam el akkor.
Marhára nem jó, mert hogyha itt nem volt a Jimmy, más irányban van a Jimmy. Jó, jók vagyunk. Oké, okay, let's go. Akkor mi legyen akkor? Nézzük meg a recepciót? Igazából érted, a recepciót, nem a recepciót találtuk meg az izét. Paskolót. Kiket? Kiket kütő? Kiket ütő? Hát ez a kövi rész YouTube-ra? Hát ez a kövi rész. Itt semmi nincs, ez vakvágány. Recepció. 305-ös, ezt menjünk el. A doktor, ezt itt be akarom fejezni. Menjünk a 305-öshez akkor. Azért itt eljárok? Nem tudom. 30 valamennyi. Rádiózni, ott kell a szellem, a cset. Nem 105. Nem? Sokkal kevesebb szoba van itt a harmadik emeleten. Itt volt, igaz? Nem? Fuck. Engedj, hogy benézzek a kulcsjuknál, ha? Ez nem az a rész, amire gondoltam. Ez meg mi? Szétesik a stream? Jaj, most már jó. Valami nem stabil. Itt valami nagyon fura. Valami nem volt rendben. Itt volt, igaz? Is anyone there? Nem akartam itt kijönni. Is anyone there? Nem beszél. Maga a 305-ös szoba? Lesz az. Arra mutat a cucc. Tudok bemenni a szobába, cset. Van ez egy kulcsom külön? Nem hiszem. Nincs. A fene folyik itt chat? Hova lehet a doki? Elsz ez 9-es inkább? Nem vagytok benne biztosan? Még a konyhában beszéltél a doktorral? Még régebben volt. Azt hiszem, hogy ezt szobára mutat az iránytő. Fuck! Ő is ott van. Hogy be tudok menni. Tudom, hogy a másik ajtókhoz. Neee. Ez hatalmas bukta. Szinte GG. Sötét, hogy nem tudunk rendesen elbújni. És jön be. Az nem jó jel. De jó jel, oké, okay. Hú. Ja. Nem kell életve, most kijövök. Most előbújok, return to room.
Üldömeleti szobában, másik emeleten van a doki. 305-ösnél vér volt az asztalon? Hol menjünk, chat? És már nagyon eltérő információk vannak a chaten. Érted, de bújtál? Hát mert sötét a szoba, úgyhogy itt a szekrényben nem tudok elbújni. De ha be akart adni a doki Jimmynek egy gyógyszert, ott van a doki. Hol van a 307-es szoba? Itt van. Is anyone there? Is someone there? 210-es előtt beszéltünk? Ja. Most fölöslegesen majdnem kinyifantunk. Ott a maga mögött egy lépést. Ja, el kellett volna bújnom. Így hallottam a lépést, el kellett volna bújnom. Így hallottam azt a padlót, vagy nem is tudom, azt a kis recserést. El kellett volna bújnom. Akkor lekemerem az első emeletre a rádióér, igaz? Hát ezt most nem tudtuk meg akkor, hogy pontosan hol volt a doki, de akkor feltételezem, hogy akkor a másik emeleten lesz. Jó, az elsőre kell lemenjünk. De itt is van valahol mehetünk a cucc. Nem tudom, csehetetik! Nagyon bíztam benned, hogy az információk az kezdenek kiszáradni, így. Az információ tengerén úgy érzem, hogy zátonynak ütköztünk. Túl sokat hallottam a 300-as emeletről, vagy a szobákról, a 200-as szobákról, de nem csak őt megtalálunk a cuccot. Az ottan. Sehol sem. Nem hallom itt a beszédet. Ja, pont most kérdezem valaki, mi történik, ha elkap? Semmi. Mi extra? Ellop tőled egy-két dolgot. Szóval a doki a másik emeleten van. Menjünk a másodikra. Az emeletre nem hallottam Jimmy-t, szóval egyik másik emeletre lesz, amelyik a harmadikon még. Ettől 110-es, tehát jobbra kell menjünk. De az előbb itt is jártuk, nem? Látszom, ugye nem cipeltek engem össze-vissza. Is someone there? Szajos. 506. Az iránytűbe se bízok. Csehbe meg akarok bízni. 208. 110. Ja. Is someone there? Jó, nice. Valahol itt van. Talán itt lesz. Who's there? Fenn van a szobában?
szemben van a szobában. Jobban örülök, mint hogyha a folyosó lenne, az egyszer biztos. Hello? Nem a szobába, akkor másik szobába? Hát ide kukkancsunk be először. Hát néha átvándorol mások szobákba. Valósdás kulcs, igen. Ja. Hello? Hello? Is it Dr. Bose? I'm Dr. Bose, yes. Okay. Na most, kezdjük először ezekről. What were all the crickets and baseball bats for? Minek kellettek a cricket meg baseball ütök? Harvey megtartotta őket, nem tudom, hogy miért. Ebben tudjuk, hogy bizonyítékként. Kezdjük erről, az elektronikus ütésre. What happened? Történt. I don't know. Nem tudom. Kösz. Erre tudsz valamit? Why is there an old heater marked dangerous? Nem hangzik túlja, nem sok mindent tud az öreg. Kezdjük a poszterről. Ki Hugo Punch? Tudja. Ez azért van, mert már meghalt az orvos akkor, amikor megjelent ez a poszter, érted? Ez a Hugo Punch az úgy szerintem, mert itt már idősebb a Jimmy. Itt már felnőtt. Ha várjátok a vágó lapot akartuk, a vágódeszkát. Ezt már kérdeztünk, aha. Ja, hogy párosítani kéne, hát akkor chat, most akkor vegyétek elő a 200 ikot. Mivel párosítsuk a vágódeszkát, ami új információ lehet? Talán az injekciózással? Mit szóltak az injekciózáshoz? Nem Harvey, nem Harley. Mm-hmm. 200-200, azt miért spammelitek? Jártuk a konyhában. Deszka plusz szuri. Aha, aha. Menjen ez? When you said Jimmy refused to let you administer his medicine, Jimmy visszautasította, hogy beadd neki egy gyógyszert. És hát az igaz, amit meséltél a vágódeszkára? Jimmy said I used the paddle to beat him. Jimmy azt mondta, hogy arra használtam a vágódeszkát, hogy megverjem őt. Sosem használtam agresszivitást egy az beteggel szemben, nevetséges, viszont rossz hit neki. Aha. Szóval Jimmy azt mondta, hogy elverte őt az orvos ezzel a vágódeszkával. Ez meg mi volt? Ez mi volt, chat? Amit ott láttunk. Telefon. Ez egy társázós telefon volt talán? Társázott valamit? Valakit az anya? Telefon, jaja. A G betű, aha. Ground floor? Akkor le kell bennünk oda, hogy az orvosnak a sztoriát folytassam, igaz? Ott fogunk találni valamit. Ez húz le valami? Mi húzza ki ugye a cricket ütőt, aha. Jó, ezeket be kell kérdezni majd a tulajtól, Harveytól, az, hogy mi az, hogy van a cricket ütőkkel, valószínűleg ez az egyes szinten lesz, és akkor a legalsó szintre, vagyis a ground floor-ra kell mennünk. Ja. Vágott deszkára válaszokat kapjunk. Lehet, hogy most kell a recepcióhoz mennünk majd, chat. Csak kerüljük el Jimmy-t. Hova kell, hogy menjek? Basszus, talán erre. Vagy a másik irányba. No, nem, erre kellett menni, jól emlékeztem. Itt van a lift, nézd csak, bigye be és szállok. Itt is van, szállj be főnök. Jó. Remek. Oké.
Itt találtuk a crossbow-t, ha? Az nem a heater ott a fal mellett? Az nem ugyanaz lenne? Ja, az egy másik. Az nem a hibás valószínűleg. Jó. Leráztuk őt? Hallok semmit, úgy tűnik, hogy igen. Hallodik a stream? Nem hallok semmit. Remélem, hogy egy kis... Nagy... itt lesz, le fog ütni! Le fog ütni! Mi ez a hang? Kimásztál az ablakon, Jimmy? Itt vajtad az ablakot? Nem hallottam, hogy elment volna a chat. Szerintem itt bujkál valahol. Hátam mögött halad. De van olyan hatva! Ne! Én hátam mögött hallottam valamit. Még én hátam mögött hallottam! Harmadikon keltem fel? Jézusom! Jó. Első emeletre kell mennem a cuccaimért, igaz? Igen. Jó. Az első emelet utána pedig le. Bele. Van valami a háttérben? Helyes. Már korábban megbeszéltük, hogy mi van a háttérben. Nem akarnám ismét megemlíteni. Semmel, köszönöm a 33. hónapot, hogy Jézusok fatal a legjobbakat. Remélem ma már, hogy élvezed a streamet, hogy tetszik a talad, és semmi tartani, és érzed meg a csatornán. Nagyon szépen köszönöm neked egy támogatás, papi. Ez megint a rádióból szól, igaz? Mintem, ja. Köszönöm még egyszer semmel. Akarnád ki egy 5 perc szünetet? Akkor lefele megyünk. Nem hiszem, mit vettel tőlem? Vagy olyan sok minden volt már nálunk. Szerintem csak kulcsokat veszel ilyenkor, nem? Talán. A fő tárgyakat nem hiszem, hogy elvenni. Aha, megvan, hogy hova megyünk? Halló? Semmi? I would never use force like that on a patient. Soha nem használnék erőszakot, vagyis az erőt betegen az ellen megy, amiben hiszek. Meg kell értenie, hogy ezt a gyerek találja ki, ugye Jimmy? Próbált ugye beszélni az anyjával Jimmynek. Doktor úr. Beszéljünk vele. Is it Dr. Bose? Yes, I'm Dr. Bose. I saw you trying to explain what happened with Jimmy. Hát, hogy próbáltál elmagyarázni, hogy mi történt Jimmy-vel. Elkeseredetnek tűnt. Aggódtam, Rose Jimmy-nek fog hívni. Oké, szóval hogy hazudod Jimmy, de sikerült meggyőznie Rose-t arról, hogy hazudod Jimmy. Szóval mégiscsak sikerült meggyőznie. Az meg mi? Az egy
kártya, valami beléptető kártya, vagy egy csomag volt, talán második emeletet halucináltuk, szóval. Másodikra. Kell szépen itt grilleznék, azt akarod, hogy a hús tiszta víz legyen, majdnem landolt a medencébe? Na, mi a fa? Hogy nézed a streamet, hogyha közben grillezel? Ki vagytok a kertbe és kivittél egy tévét, vagy mi? Hogyha igen, akkor szevasztok! Jó, akkor esik az iránytűt, nekem úgy tűnik, hogy balra kell menni. Pontosan mit jelentett ez a halu? Ő a tükközés, az mutatja a következő nyomokat. Ez még... Ez? Akartam kijönni? Ezt a kulcsot találtam meg 80-szor, chat? Ez volt az a kulcs? És ezt most elvesztettem, igaz? Mert ellopta. Ez volt a store key, igaz? Valószínűleg ez volt, de nem biztos, de valószínűleg ez volt. Fa. Itt van kint tévé nézünk közben? A jó sütögetés, nem is kacok, jó gigázgatés, köszönöm szépen a figyelmen. Remélem, hogy ez... ne vesik senki bele a medencébe. Az mindegy, hogy hol trükközünk, hol tükrözünk, az mindegy. Az iránytű máshova vitt minket. Nem. Az iránytű az más mond, nem chat? Érted, honnan szerezhetem vissza azt a kulcsot egyáltalán? Mégis csak arra kellett, hogy menjünk? Hát mégis? Az volt az irány? Az irány? Ez ide kéne jönnöm. És egy store. Nem tudok beljebb jönni. Mit gondoltok, skácok? Mi lehet a következő lépés? Az iránytű Jimmyhez vezet, nem? Dehogy is. Jimmy, csak mászkál a szállodába, igen. Tükrözzünk. Padlásról nézel? Na, jó szórakozás, Tamer. Figyelj, hogy megjelenjen Jimmy. Ez egy kép, ez egy fotó, igaz? Ez mi volt? Ez jelezni akarta nekem valamelyik emeletet talán? Ott lesz a kulcs, amit láttunk? Melyik emelet volt az, chat? Mi volt az pontosan? 216. Ja, akkor éppen nem voltam a képernyőn. Jó. 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 A 217-esnél vagyok, tesa! Jaj, ez a fürdő. Szép fürdő egyébként. Miss Creek, mert a 216-ak az visszább volt? Egy. Hallom, itt van Jimmy. Ott van! Fuck! Jó volt ez a szoba az előbb is. Menjünk megint oda. Utassuk át a fiókokat. Oké, okay, jó újabb kulcs.
Store room, akkor vissza kéne mennem? Akkor menjünk vissza. El kell menni a 2016-os... ...hoz is. Hallok mozgást. Jobbra. És balra, hogy kimegyek balra. Tesó! Nyugalom! Jimmy! Legalább másfél perc nálam volt a kulcs! Tesó, úgy érzem, hogy az öreg az nagyon nem szeretné, hogy bemegyünk abba a szobába. Úgy érzem, hogy nagyon nem akart, hogy bemegyünk abba a szobába. Be kellett volna hívogatnom az öreget. Nem lenyeltem az elcigit, testvér. Oké. Azban én úgy hattam, hogy mozog össze-vissza, érted? És amúgy azt nem értem. Ja, mert átkutattam a fiókokat, mert úgy voltam, hogy nem láttam, hogy elmegy. Tehát gondoltam, máshol van, de azért nem láttam, hogy elmegy, mert valószínűleg akkor ment el, amikor éppen a fiókokat pakoltam. Fap! Egyre több a halál, jaj, eddig elég halálmentes volt a sztori. A mai nap során, a mai este során hullunk azóta, mint a legyek. Hát tudod, csak direkt intézzed úgy, hogy legyen egy kis extra izgalom, tudod? De csak mindenki nem látta, hogy mi történik, hogyha meghalok. Úgy gondoltam, elintézem, hogy hirtelen halljuk meg háromszor, érted? Csak hogy... Biztos, hogy lásd. Ez innen jön? Krista, kösz szépen a 29. hónapot, én is körülök neked egy kisebb, mint hálmat. Kösz szépen, megint egy támogatást. Küldöm neked Jimmy-t, oké? És a tájban szörök helyet. Legyen egy kis változatosság. 200... Jó, vissza kell mennünk. 216. De várjátok, hol találtam meg a kulcsot? Szerintem megint ott lenne a kulcs? Vagy azt a kulcsot elhoztam onnan. A store room-nak a kulcsát. Nem a 217-esben volt a kulcs talán? Vagy valahol ott, nem? Hiszen 18 volt a kulcs? Kíváncsi leszek, hogy megint ott lesz-e. Itt lesz-e még Jimmy? Rossz hely. Most kis játék, de a tűnik ez. Ó, nem olyan para. Komoly, de nem para. Teljesen hülye voltam szerintem, és rossz helyre jöttem. Igen, teljesen hülye voltam. Chat, baj van akkor, igaz? Oh, már nincs itt a kulcs! Mások kell megtaláljam?
Akkor most mi legyen? Most hogy szerzem a kulcsot? Kekvé mit jelent? Kekvé az a nevetős emotikon... tudod, az a csáv az az... Edu! Aki... A hátra fordult valamit, meglátott volna. Ha mindegy, ugye letöltöd a... Most megy tovább szerintem. Letöltöd a BTTV vagy a Frankerzi emotikonokat, akkor látni fogod, igazából nem kellett tölteni, hanem csak beírod a Google-be, és kattintasz egyet, és hozzáadod a böngészőthöz, és akkor látsz 100 extra emotikont. Köztük a kekvét is. Egy elég nagy nevetős fej egyébként. Itt van. Mert feltételezem, hogy neked nem így néz ki a chat, mi? Feltételezem, hogy te nem ezeket a dolgot látod, mint én. Meg nem ilyen az egész. Reklámfater, kövesd a csatornát, vagy különben elküldöm hozzád Jimmy-t. Oké, ha meg megosztod a streamet, akkor meg nem. Jó. És akkor vényék vissza a 2016-hoz chat? Azok utána nincs nálunk a kulcs. Minek? Érted? Nem fogom megtalálni a kulcsot. 216-os, az mennyi kell? Az volt a haluba? Mert ne felejtsük el, hogy a 218-asat nyitja a storage key, hogy esetleg valahogy megint megszerezném. Hát a mögött hallom őt. Ami marhára nem jó. Értem, milyen jobban vagy Jimmy, mert küldöd ide-oda. Elkoztunk az elmúlt egy órában egy párszor. Szerencsére csak egy párszor, és azóta nem láttam. Egyszer sem. Hát ebben van a jumpscare-ek? Nincsenek. Azt mondja, nekem is balra kéne mennem. Mi is balra kéne mennem. Az én szét, hát itt is van egy kulcs. Nem az lesz. Itt bújnék el amúgy. Jó, hát. Ja. Tudom, hogy erre nem az van, de... Vagyis erre van, de... Tuti nem hallotta, igaz? Nem valószínű, hogy ezt hallotta volna. Ez veri át igazán? Jó. Figyelj! Nem beszélünk erről. Most akkor vagy bekukkantott, és elment, mert működött a dupla trükk, amit eddig készítettem elő. Vagy a fürdőben van, de kölyök lelépett, nem? Énekelget kint a folyosón, nem cset? Nem bújt el a fürdőben. Szerinted benn van? Mert énekelgetés hallottam, és ez elég ilyen folyosós éneklésnek hangzott.
Vagy pedig itt van bent. Nem, a folyosón van. A folyosó... Azt mondom, hogy működött a trükk. Mindegy. Mindegy. Nem tudod éltetni magam, hogy... Én ötleteim vannak. Közben a kezére rácsapom az ajtót. Üvöltök, hogy visszamenjél! Száguldok a folyosókon, tesó! Ugye megállítanak a rendőrök gyors hajtásért? Jó. Nem tudom, hogy hol... Nem tudom, hogy hol van a 216. Valószínűleg, amelyre ő van. Áááát, az nem nézett ki jó. Ez most vár rám szerintem. Szerintem sejti, nem chat? Most kiabálnom kell neki, igaz? Most beszélnem kell hozzá, ugye? Ilyenkor jó, hogy egy kicsit késít nálam a stream, előre látom a chat reakciót, fel tudom készülni magam a jumpscare-re. Aki mobilon nézi a streamet, aznak mindig késik egy kicsit. Ez a mobil előnye. Csak hát ki tudja? Ja. Down here! This way! Forogsz? Forogsz? Vagy én fordítsanak meg, akkor végre elbújnál a szekrénybe? Köszönöm szépen! Jézusom! Jézusom! Nem akarsz minket ölni? Vagy mi van? Hányszor kattintottam, mire megfordult? Fű, kicsit fáradt a kislány. Semmi baj. Nem tudom. Most nem hallom, hogy énekelgettem a folyosón. Lehet, hogy most csutkán elbújt a fürdőbe kajak. Chat? Írj egy egyes, hogyha a fürdőbe van. Írj egy kettest, hogyha a folyosón van. Írj egy hármast, hogyha itt van a szekrény előtt. Ez a légzés, ez az én légzésem szerintem. De tudod, hát egy picit. Közelebb húzolok a monitorhoz, és kezemet tudod, kinyújtom. Jó, mindenki egyes tír. Megmondom a frankot. Körülbelül 10 órája streamelek. 9. És nem emlékszem, hogy mi volt az egyes. Menjünk. Aztán a fürdő. A fürdő, igen. Most mit kellett volna csinálni? Ezt hogy tudtam volna túlélni? Az ajtóról kellett volna kattintanom egyből, vagy mi? Valószínűleg az ajtót kellett volna kattintanom, mi? Jó, annyira nem volt paranyugi. Jó. Az nem volt jó jel, hogy piros volt a cucc. Az nem volt jó jel, hogy piros volt a cucc, ja. Eldobtam a laptopot. Egyből kis nem forgolódsz. Ja, tényleg, ja. A forgolódás nem jött össze valószínűleg, ja. Mondom, miért tudod, hogy ott van a szekrény mögött, inkább támadjon meg szemből, mint hátulra? Végül oldalba támadott. Úgyhogy... Úgy sem tudtam volna bezárni a szobát, chat, mert nem volt nálam a kulcs. Lehet, hogy itt vagyunk a másik emeleten, úgyhogy... De elmegyek ezért később. Keresem meg a 216-osat. Mi közeledünk a Doki sztoriának a végéhez, most már nagyon agresszív a kis Timike, vagy Jimike. Talán erre? Talán, ja. Igen. Jaj, de... Ezért recsegés van.
Lehet, mégiscsak kéne az eszköz. Kellett volna az eszköz, Mitchet? Crossbow. Jaj, ne! Ide kezd vala most a... Akkor ide kell jönnünk a szellembeszélővel, igaz? Igaz, Chad? Nézzük, hát itt van a storage key 2018-ashoz. Na, Stukker! Remélem, anyukám lesz annyi eszet, hogy ezt a Stukkert zsebre vágod, de azonnal! Jaj, rálam van a fegyver! Jó. Oké. Na, akkor töltsük csőre, tárasz minden, bum-bum! Let's go! Érzésem, hogy az, hogy egy öreg fegyver az, hogy jelenti, hogy nem működik. Menjünk. Kérdezem úgy, hogy Jimmy bácsi be van durranva? Amúgy. Jézusom, hol vagyok? Ötre nem tudunk lőni, de hogy is? A terep. Még közelebb itt ütöttek le, de mindegy. Csak jelent valamit, hogy itt folyamat beszélet hallok. Azt, hogy miről beszélnek, az valószínűleg tök mindegy. De azt, hogy beszélnek, az szerintem az valami nyom lesz. Az valami nyom lesz. Nem még kapcsoltam be, ez a Jimmy a portás? Mondja, a Jimmy a portás, ja. Mondja. Jó. Jó, még egy halott a tükörre. Csász. Oké, itt a doki. Második emelet. Stabil. Be akar kapni engem, vagy mi ez? Simogatja az ütőt, oké. Okay. Most nem lehet megtalálni? Kiderül, lehet, hogy rajta volt rajta az a... lepedő például. Lehet. Én értem, hogy totál kész volt a csávó, de egy ilyen mégiscsak volt egy ilyen ember. Ez a két felhagytak legkülönféle módokon, úgyhogy eddig senki nem tűnjön fel. Azt nem tudom, hogy kinek mi tűnt fel, valószínűleg tényleg nem tűnt fel senkinek semmi, főleg, hogy gyerekként nyilvántotta ki ezeket a felnőtteket. Egyébként nem biztos, hogy ő nyírta ki őket, tehát például az Amy, amúgy, tehát nem is biztos, hogy három felnőttet nyírt ki, mert ugye Amy is egy kis gyerek volt, 10 éves, és őt se kinyírta fizikálisan, hanem csak leitatta őt, és elintézte, hogy öngyilkos legyen, ugye? Szóval nem tudom. Meglátjuk, hogy lesz-e, akit fizikálisan kinyifant, vagy mindenki csak bele vissza halálba valahogy. Beszéljünk én a hármival az ütőkről, ja, illetve most már elmegyünk 2016-oshoz.
anélkül, hogy bárki feltartana minket. So, adtam a fős a végéig. Szerintem talál meg. Szerintem Jimmy az ütőkkel akar zsonglőködni. Na tovább ment. Ami pedig tönkretette őket bosszul, majd erre kérdez rá papi Doki után? Jó. Jobbra. Mögöttem van közvetlen! Mögöttem van közvetlen a csávó! Mögöttem van közvetlen a csávó! Fussál már! What the fuck? Futi! Futi! Menjél be! Jó. 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 Hát látod, hogy ide futottam? Jézusom, de nem figyeltem egy pillanatra. Hogy erre kell-e jönni, vagy sem, amúgy. Mi van, tudja, hogy itt vagyok. Végül, hogy hát meg Amy? Leugrott a lépcső tetejéről. Akkor totál részeg volt, mert leítatta őt a Jimmy. Hát, ha már itt már annyiszor kipakoltam a fiókokat. Hányszor is? Chat, valaki számolt, hogy hányszor pakoltam ki a fiókokat? Ebben a bizonyos szobában? Nem egy másik szobában, amire gondoltam volna, hogy ott járunk, hanem ebben a bizonyos szobában. Vajon hányszor? Oké, okay, smoke photos, the smoke coming out of the hotel. Szóval füst. Szóval nagyon figyeljünk a játékra, szóval füst szállt fel az épületből, valaki tüzet rakott. Lehet, hogy kicsi Jimmy csak tábor tüzet akart rakni. Nem tudhatjuk. Hopp! Az az a kulcs. 206-os szobának a kulcsa. Mert be tudnám zárni ide magam, semmi extra. Oké. Okay. Szóval kimehetek már? Igen. Hova menjek? Hol van nincs, hogy merre van az az irány? Vagy erre megyünk, chat? Hiszem? De lehet? De nem. Az volt ez az irány, amerre a Jimmy ment. Hadd... Most már szerintem bételgettem kéne Jimmy-t. Tehát nyilvánvalóan feltűnően nehezebb lett a Jimmy-vel való kontakt. Elállja az utamat konkrétan. Ez az irány szerintedek az, chat? Igen. Igen. Gyorsan. Köszönöm, mondd el. Beszél. Is anyone there? A kasszoba. Hogy forogjál még itt össze-vissza? El akarsz szédülni, vagy mi van? Jó. Akkor itt bent beszélünk. Is anyone there? Itt nagyon hangos. A fene van, chat? Itt van valahol a szellem. De hol? Mire beszélem? Az iránytű csak akkor jó, ha jó emeleten vagy.
Akkor esetleg jó. Ez a probléma, chat. Basszus. Valami nagyon fújdogál. Benyitni. De... Na jó. És tényleg ezt mit kellett, hogy csinálom? Érted? Ez semmi nem működött szó szerint. Ott volt az elektromos hang, ez jelzi a szellemet. Oké. Folyosót végigpróbáltam, oké, sehol semmi. Bementünk a szobába, sehol semmi. Kijöttünk a szobából, sehol semmi. Hallottam a szélfúvást, gondoltam lesz egy látomás, egy esemény. Sehol semmi. Hallom, hogy beszél az öreg csóka, mondom, kinézek már a folyosóra, tudod, de hogy itt mászkáljon kicsi Jimmy? Sehol semmi. Elfordulok, visszafordulok, ennyi volt. Szóval érdekes. Szóval érdekes, az biztos, hogy Jimmy bedurrant. Úgy érzem, hogy Jimmy bedurrant, nem kicsit durrant be. Úgyhogy most már azt stukkelt kéne elővenni. Anyukám, valami, nem tudom, védelmi dolgot kéne, hogy csináljunk. Mert a másik opció az az, hogy most már kemperősebbre kell vennem a dolgokat, hogy folyamatosan csak várakozok, hogy halljam pontosan, hol mozog, vagy valami. A fürdőben nem lehetett, vagy a másik szoba, meg a lámpa előtt. Amikor a fürdőben vagy, akkor nem lehet elővenni ezt az eszközt. A szellembeszélős cuccot. Most például nem hallom, hogy beszélne a rádióban. Steam Sniper Jimmy, az biztos. Megnyeltem az asztalt? Pára megkérdeznék, hogy azt hogy csináltad. Harabdáltam az ujjam és annyira megijedtem, hogy most már vérzek. Nem biztos, hogy ez kéne, hogy nézz. Ha egyre rástresszelted a cucc, akkor szerintem adj egy kis szünetet, majd a YouTube-on vissza fogod tudni nézni, ne aggódj miatta. Úgy érzem, szabad addig vacsiznom, ameddig itt vagyok a live alatt. Figyelj! Erre nem mondok semmit. Én azt mondom, hogy menjünk és halucináljunk egyet. Bármilyen furán is hangzik. Menjünk, aztán nézzük meg, hogy miről van szó, mert is láttam, hogy ott volt a recsegés, ropogás, tehát valami ott van, de hogy mi van, azt nem tudom. Ja, na, persze, biztos meg van csinálni, hogy Jimmy egyre agresszívabb legyen. Második emelet. Majd, ha be akarnak kapni valamit. A kétszer kiabált, hogy felkeltek rá. Szerinted kéne tartanunk? Mit csinál a tükör? Hát nyomokat ad. Nyomokat. Mérjünk, tartsuk egy szünetet itt most a üzébe? Kozzorra nem tudom, hogy van-e a játék, szerintem nincs. Jó, figyeljetek, mennyi az idő pontosan? 43. Ha nem tudom, egészkor fixen tovább megy a játék, oké? Úgyhogy intézzétek el, amit el kell. Kaja, pia, mosdó, megtekerítik a pitont, a kajdlót, amit kell, és utána akkor menjen tovább a cucc. Na most, hogy elment mindenki, megyünk tovább. De is, nem. De én is mindjárt elmegyek a mosdóba. Ja, lehet, hogy beszélünk kéne inkább a főnökkel, lehet, hogy hagyni kéne a dokit, mert ez nem volt normális, hogy oda mentem és nem csinált semmit a játék. Eddig bármikor ment az elektromos cucc, akkor vagy történt egy cutscene, vagy pedig tudtunk kommunikálni a szellem cucccal. Úgyhogy, ja. Valószínűleg valakit lelőttek, de ebben még nem vagyok biztos. Megtekintek a kajdlót, nem akartam máshogy mondani. Vagy mint a lelőtték, ja igen. Meglátjuk. 24 órás stream, tudti, hogy nem. Nem. Én adom azt, hogy esténként beugrunk ebbe a játékba, és megpróbálunk eljutni a végéig. Most ha beszélj Jimmy előtt, csilleljen, ez jó, az kösz szépen a kedvességedet. Egyébként ez a sátánista cucc itt a falon, szerintem jelent valamit? Az feltűnt, hogy szinte az összes festmény
olyan arcokat ábrázol, ahol két embernek van egy arca. Úgyhogy ezt gondolom, az Jimmy-nek az elméje lesz, hogy ugye két személyisége van, gondolom, ez a Hugo Punch, meg a Jimmy. Hány százalék? 1-1? Na, már 41% nem vagyunk, felgyorsultak az események. Ahhoz lesz, hogy két része van osztva, aki be akar kapni, az nem Doki, és hozzátartozik a baseball ütő. Igen, két része van osztva mindig a két különböző szellemmel, meg nyomon tudunk mozogni. Igen. Az előző tükörben a folyosan lévő próbababák is benne voltak a folyosan, lesz valami a 216-os szoba előtt a Dokival. Lépést hallottam. Akkor tudjátok, hogy kimegyek a mosdóban, lehet, hogy egy eszképet nyomok inkább, mert kinyitja az ajtót Jimmy Boy, és megint elkap minket. Már nem, hogy erre csak nincs esély, nem? Nem adok ki hangot, nem tudhatja, hogy itt vagyok. Jó, egy másodperc sívök. Köszönöm szépen a tudományos kacok. Hát, nem lett baj. Nem lett gáz azzal, hogy izé. Többen vagyok. Micsoda? Ja, itt vagyok, jó. Gáz azzal, hogy itt hagytam az ajtót. Most akkor visszamegyünk a 216-os, és ne foglalkozunk vele, és próbáljunk megkeresni a Harley-t. Próbáljunk megkeresni a Harley-t a másik emeleten, nem? Vagy az első emeleten van? Melyik emelet a célállomás, chat? Szerzni nekem egy új. Aha. Igen. Itt volt, ez mit jelent? Minden igaz, minden 10%-nál Jimmy egyre jobban bedurvol. Igen, az megmagyaráznám, mert 41%-nál vagyok. Azt mondtad, hogy egész akkor megyünk tovább. De, csak egy kis krapekkel kellett, hogy dumálgassak. Bejött Jimmy is léheget? Aha. Akarom azt mondani, hogy milyen léhegés hallottál. Másik emelet? Jó. Storage kulcs kéne. Most kövessük csak az iránytűt. De nem, látod? Beszürkült az iránytű. Az azt jelenti, hogy nem jó emeleten vagyok, nem? 720-as az iránytű, hogy nem mentél be? Mások. De nem tudom, be van szürkülve az iránytű, csehát ez mit jelent? Kb. A játék felénél meg tudom végre, hogy működik az iránytű. Ez 19. 120. Hogy ő mondod, mi a mellett? Storage? Vagy inkább a szobának a kulcsa? Oké. Okay. Hát, vagy a 220-as szoba, vagy nem. Ez jó, a harmadik emelet kéne inkább? Valamit hallottam. Fuck, itt van valahol. Lépjük le, miatt szorít. Nincs itt, ugye? Negyvenegy százalék! Oké. Most is szürke a cucc, úgyhogy akkor maradjunk oda, hogy valószínűleg az első emelet lesz. Nem úgy hallottam, mint ott lett volna egyébként. Hallottam valami susmust, nem úgy hallatszott, mint ott lett volna. Pont írtam volna, hogy a hátad mögött van. Igen. Én is a hátam mögött hallottam inkább. Érdekes volt. Én most már csak az iránytűt követem, chat. Valami nagyon fura bullshit volt ott, hogy villogtak a lámpák, és végül nem történt semmi. Az valami fura dolog volt, nagyon.
Hanem olyan fura, mint ez az audio. Csak kb. Ennél a szobánál lakom amúgy. Annyit járok ide. Most is szürke az iránytű chat, úgyhogy akkor mégse amiatt szürkül ki az iránytűben, ami emeleten vagyok, igaz? Hogy mégis? Minden emeleten voltam, kivéve talán, de a harmadik emelet, minden emeleten voltam, nem? Az iránytűben most, és mindenhol szürke volt. Ura, miért van? Hát csút kell ide mutat. Holy Vice, kösz szépen, hogy ver... Oké. Nem tudom, hogy olvasni a nevét. Vertem! Mit az öreg a szigeten, Holy Vice, köszi megköszöntődött haver, köszi a támogatást. Nem mertem tovább menni chat. Nem tudom, mit jelent a neve. Most már nem kockáztatok az öreggel. Nem tudja, eddig kockáztattam volna, de ja. Halucináljunk egyet. Túlvilágos van itt? És itt ki se tudok nézni. A doki. Második emelet. Harley. Cricket genyó. De hát akkor mégis csak érted, a 216-os szobánál ott voltunk, villoztak a fények, ott volt valami akkor a dokival kapcsolatban, chat. Hogy nem tudtunk ott tovább jutni? Hogy nem jutottunk ott tovább? Miért nem történt ott semmi? Mi történhetett? Mi volt a baj? Beszélj ott, ahol felveszed a beszélőt. Gondolod? Egyszer látomásban volt G-szint az a Mizu? Ott voltunk lent. Szerintem legalábbis. Ott voltunk. Közel van nagyon. Mindig nagyon közel van. Ugyanezt fogja mutatni, hogy meg nem csinálod a feladatod? Neked találod az eseményt? De ott voltam az eseménynél, nem? Jó fele kell ott nézni? Hát körbe forogtam. Ahogy gondolom az ablakhoz, mert ilyen sűvítés voltam az ablaknál. Szarakodjál, Jimmy! Ha ne szarakodjál velem! Elő ne merjél jönni! Nem vett észre, igaz? De ott van a lift! Jó, várunk egy picit! Szintre kempeli a liftet? Hogy tudnám elbételni őt valahova máshova? Ahogy mi? És menjek oda, vagy ne? Ott kempeli a liftet, vagy nem kempeli a liftet? Hátat mutatott nekem tehát. Jimmy? Hátulra hallom őt. Fuck this about! Peace! Peace! Let's go! Let's go! What's up?
What's up? Jó. Az könnyen ment. Oli White, köszi szépen ismét az eddig az a feliratkozás. Köszi szépen, hogy Neox Sidant is beköszönted a szigetre. Érdekes nevű embereket találsz magad köré. Mindegy. Köszi szépen, Oli. Köszi szépen a támogatást, haver. Jó. Akkor 2.16. Menjen. Most meg akarom oldani a rejtét itt a doki körül. Mondanám, hogy fejből tudom már, hogy oda jutni a villámló cucchoz, vagy a recsegő rötyögó cucchoz. Fogalmam sincs. Mit csinálsz? Szerinted erre van időnk, ha? Szerinted erre van időnk, hogy össze-vissza mászkálj, ha? Jön a kattos gyilkos. Lehet, hogy nagyon gyorsan is mozogni a játékban. Megmutatom. Mutasd meg, mutasd meg! De jó irány! Most miért nem recseg semmi? Hallom a szelet. Nem tudok máshova fordulni. Csak ezek az irányok vannak. Az ablakra gondolnék. Majd, hogy itt van is lenne az ablak, hogy itt van is van. Mit csináljuk, chat? Gyerünk, ötleteljünk gyorsan. Tudti valami kis bullshit dolgot kéne csináljak. Oké. Okay. Stealth floor. Mi? Az mi volt? Storage? A storage kulcs? Még egy tör? Egy tör? Oké. Okay. Pakoljál, anyukám, pakoljál! Ezt már megtaláltuk, jó. 216. Hú, de rossz irány! Hova mész? Jó, gyerünk! Csessük! Azt mondjátok, hogy mégiscsak a fürdőbe is lehet valami? Azóta nem nyílt ki. A blokk zárva van, akkor fürdő. Tizenöten írtátok be, hogy fürdő. Ebből öten azt írtátok, hogy Krisz a fürdőben az ablakon ki tudsz mászni. Három ebben azt írta, hogy Krisz állítólag a 216-osban a fürdő. Szóval? Játék restart, ha? Mhm. Játék restart, szóval itt tartunk. Most ki? Igen? You can't get away from me that easily, Jimmy. I think we should start again, don't you? Hát az ilyen könnyen el, menekülj el, Jimmy, kezdjük újra, nem? That would be a good start, wouldn't it? És mi van? És mégis ebben van durva a doktor? Jó, igazatok volt. Az életemben soha nem jöttem volna rá arra, hogy bújjak el a fürdőbe, csak úgy, és utána jöjjek elő. Oké, ez nem sikerült a developernek. Azt kell mondjam, hogy ez nem jött össze, érted? Hogyha bármi lett volna a fürdőbe, akkor oké, de... Te tudod, hogy találta meg valaki úgy, hogy ma úgy volt fel, hogy... Mi az Isten kell csinálni, tesó? Mi lehet a megoldás? Kattigatott össze-vissza, miért bement a fürdőbe? Véletlenül! Véletlenül ment be a fürdőbe, nem direkt. Véletlenül ment be a fürdőbe, és amikor kijött, akkor megtörtént az esemény. Ez fixen így volt. Ez fixen így volt, tesó. Senki soha nem gondol erre, hogy a fürdőbe csak random bemenjen. De nekem egy kicsit kattosnak tűnt az öreg. Nem? Egy kicsit agresszívnak tűnt a doktor, nem cse? Ura volt. Is it Dr. Bose? I'm Dr. Bose.
I saw you sitting on a bed talking to Jimmy. Hát ahogy ültél az ágyon, beszélt a Jimmyhez. Mit csináltál? I thought when he realized he'd been caught lying. Azt gondoltam, hogy amikor rajzálja, hogy rájöttünk, hogy hazudik, akkor kezdőjezni fog velem, és azt csinálja majd, amit mondtam. Ezek helyett csak kitált egy másik hazugságot, ami sokkal rosszabb volt. A legrosszabb hazugság. Most kiderül a sztori végén, hogy igazából végig mindenki a Jimmy-t szivatta, és igazából ő nem is csinált semmi rosszat, akkor elsírom magam. Mert nem öl meg minket Jimmy. Nem öl meg minket Jimmy. Mi van az az egész hazugság, és, mind, és a szellemek hazudnak nekünk? Az durva csavar lenne, mi? Én valami ilyen csavart raknék a játékban. Who does the gun belong to? Ki ezt tartozik a pisztoly? Harvey volt. Nem örültem neki, hogy a hotelben van. Képek a tűzre. Was there a fire at the hotel? Tűz volt a hotelben? Sosem hallottam róla. Hát Harvey. Who does the dagger belong to? Ki ezt tartozik a tör? Nem tudom. Akartak valamit kombózni, chat? Akarunk valamit kombózni? Hogy halucináljunk egyet. Jó, hát fura dolgokat csinált a Jimmy. Mit tudom én, de... Mondom, egy nagy csavarra számítok. Ez most, amit itt a doktor csinált, ez elég fura volt szerintem. Eléggé fenyegető volt, mert minden. Ez meg a most, meg a scrapbook? You said Jimmy made up another lie about you. And much worse. Azt mondtad, hogy Jimmy egy sokkal rosszabbat is elgatált ki rólad, egy sokkal rosszabbat. Van ennek bármi köze a kis füzethez? Jimmy meggyőzött engem a legrosszabb bűnre, amivel csak lehet. Ezt az újságból olvasta, amit olvasott. Az egészet csak kitalálta. Hogy tudti valami, akkor valami szexuál dolog lesz, gondolom. Szexuál bántalmazás. Oké. Okay. Hát de most érted, mit csinált ott az ágyon az öreg? Ott tekergetett valamit a kezére, meg elég ilyen pajzánul is nézett rá. Nem tudom, fura volt azért ez az egész így a doktor részéről. Nem biztos, hogy 100%-ig csak úgy megeszem ezt. Na, menjen a halu. Hát ugye mindig egy csetre mit kell választani? Csinálni egyre populáris a játék? Tudja, mit kell csinálni, mit kell csinálni? Tippelgettek az emberek, mint ahogy én is, de van egy-két ember, aki tudja, mit kell csinálni, persze. De... vagyok úgy, hogy többször kiukadunk egy... nem jó megoldástán, mint jó megoldástán, szóval... jó így a balansz. Mert most láttuk valamit a Dokival kapcsolatban? 700 IQ volt, csak tippeltem? Ennyi. A G-re kell menni. Jó, szeretem a G-t. Mindig biztonságban, nem zavar engem az öreg Jimmy. Most már csak jussunk ki. Így játszunk mi együtt? Ja. Sokan csak fürdőre akartak látni a hölgyet, Chris. Nem lepne meg. Harvey, melyik szobában volt, chat? Megkérdeztetnénk őt. Melyik szobában van a doki? Gyorsan, chat, melyik szobában van a doki? 222 talán? A másik szárnyban van, igaz? Lépéseket hallottam. Jó, elbújok, nem érdekel. Valami nem smafu. Miért ide? Miért ide?
Amikor látjuk, hogy be akar kapni... Bújjál! Jézus, akkor jól hallottam, hogy súlyult a kis csávó. Jó. Nice. Kenyér az már... Oké. Szerintem stream sniper. Szerintem csal. Mondom, nem tudom, mitől függ, hogy észreveszem vagy sem, vagy tudja, hogy ott vagyok bent vagy sem. Nem tudom, hogy mi a fele van itt. Lehet ez a 50-50? Vagy megtalál a fürdőbe, vagy nem. Na mindegy, most már nem annyira számít, hogy hol volt az öreg Harvey, mert nincs meg a beszélőkém, úgyhogy... Milyen izé alázás lenne, hogyha még most megint elkapna engem az öreg? Még egyszer elkapna, úgyhogy nincs is nálam semmi. Oké. Szerintem már semmilyen kulcs nincs nálam, haver. Nem néztük meg az előbb, hogy milyen kulcsot találtam, de hidd el, az sincs meg. Semmi nem lesz meg. Kell találnunk viszont az... Oké. Jó. Lemegyünk az elsőre, megszerezzük a beszélőkét, utána pedig elmegyünk a ground floor-ra. Jó. Ha fekete a szoba, akkor észrevesz? Nem, Patrick, nem, az előbb is. Ja, a rádió. Az előbb is el tudtam bújni egy ilyen fekete szobában. Ez a rádió, ez célzattal megy, vagy ez csak valami extra ijesztés akarna lenni? Lehet. Pedig mikor tászik kulcsot elkap a csó... Aha, nem tudom, hogy a kulcs jobban vonzza-e. Nem tudom. Nem hiszem. De lehet. Nem volt fontos kulcs, kicsi se szóval. Ja. Géné legalább lesz itt a csóka. Dominik, kösz szépen a másik hónapot tavaly, kösz szépen a támogatást. Küldöm neked Jimmy-t. Ugye folytam a Time Monster-ből, úgyhogy... Ha már ennyit mászkál utánam az öreg, akkor akár... Hát csak ali... Valaki mérges. Mindegy, Dominik, kösz, haver. Nem vagy élvezed a streamet, testvér. Honnan jön a hang? Te rendőrség! Be kell jönni a rendőrségre! Kinyitná az ajtót! Szóval eljött a rendőrség a doktorja. Is it Dr. Bose? Dr. Bose? Hát ideges volt, és a rendőrök kopogtattak az ajtón. Mi történt? Rose feljelentett engem. Tudtam, hogy el fognak kapni. Nem volt karrierem. Jövőm. Úgy döntöm, hogy elkezdem irányítani a helyzetet. Micsoda? Mi van?
A lehetes Tuckerrel elkattant? De ki írta a Rose-t? Itt ugye arról beszélt, hogy a lényeg, hogy Jimmy feljelentette őt, vagyis feljelentették őt, mert hogy elméletileg bántotta Jimmy-t. És eljöttek érte a rendőrök, nagyon mérgesett a doktor, és úgy döntött, hogy akkor tesz valamit. Kérdezünk tőle valamit, Chad? Stucker? A Stucker. Once and for all. When you said you decided to take control once and for all, does that have something to do with what you said about the gun? Annak van valami köze Stuckerhez? Lehet. Ne? Tűzhöz? Nem, arról nem tud semmit. A kard törhöz? A törről sem tudod semmit. A tűzet az lehet nyomni. A tűz? Mit kéne Chet? Mit kéne? Lehet kettős egy picit a pali? Ja, valami nem smafu. Valami nem okés. Valami nem okés. Stucker is ez? Aha, az maybe volt. Még idő, hogy a Dokinek nagyobb bajai voltak, mint Jimmynek. Ja, én most már egy kicsit gondolkozom azzal, hogy mi van, hogyha Jimmy nem 100%-ig a parafigura. Ami én Missouriában kiderült, meg lehet, hogy csak valami képzelgés volt, valami hallucináció. Ura lenne, mert Amy az eléggé komoly terheli dolgokat mondott a Jimmyre. Drót, pisztoly és a borró. Jöttél, amit ő csinált, és ez? Erre gondolsz? When you said you decided to take control once and for all, is that connected to what you said about the coil of wire? Van kulcs a store roomhoz? Már nincs. A handgunról már kérdeztem. Amy sztória véget ért. Hát nem kell semmit se nyomnunk amúgy. Inkább ezt kéne kérdeznünk valamivel kapcsolatban? A baseball ütőt szerintem a másik szellemnél kell. Nem miatt lett ilyen Jimmy, az biztos, mert ugye abban a füzetben benne volt a Jimmy, már olvasott ilyen emberekről. És innen vette az ötletet, hogy megvádolja az orvos, tehát... A kölyök itt van a kulcs, what the fuck? Hát akkor megyünk. De ezt hogy nem lopta el? Na mindegy. De hát ezt nem tudja ellopni, mert ez egy fontos kulcs. Próbálkozzunk még valamivel, vagy menjünk tovább? Nyugtató, az már kiderült. Pisztolyjal erőlkedjek még? Mit erőlkedjek a pisztolyjal? Jó, persze, csak én feldobtam, hogy látok rá esélyt, kiderül, hogy Jimmy igazából itt az áldozat valahogy. És Rose az anyukája próbálta neki segíteni. Mondom, elég nagy csavar lenne az eddigiek alapján, de hát ezek a játékokban általában mindig nagy csavarok vannak ám. Rosszbó. Rajz, halott állat. Azon gondolok az... lehet, hogy ez üzenet? Azt nem tudom mit csinálni. Azok gondolkozom, hogy mivel nem kezdtünk még semmit, mert valószínűleg az lesz a válasz, nem? Mindegyik tárgy egyszer kell. Egyelőre sztoria pisztolya. You said Jimmy made up another lie about you. A much worse lie. Jimmy kitált egy hazugságot valami, sokkal rosszabbat. Meg van bármi közös Tuckerhez? Ja, igazatok van! Igen. És van. It was an experiment. When you said you decided to take control once. De várjál, szerintem ez... Does that have anything to do ez az ágyjal kell, ez az ágyjal kell majd szerintem. I experimented with the washing line, but it was too thin. Kísérleteztem a mosolytuccal, de túl vékonyka volt, találtam kötelet. Volt még kulcsom a szállodához, és besogyultam egy éjszaka, mert még volt
Me? Mi? Micsoda? Kísérteztem ezzel a cuccal, de túl vékony volt. Találtam helyette kötelet. Volt kulcsom a hotelhez, szóval besugyultam éjszaka, amikor éppen ugye ki voltam, ez a bérez, amikor kifizetik a izét a... Nem tudom, tudod, amikor valakit ki lehet váltani a bőriből. És hirtelen arra gondoltam, hogy itt tekergette a kezére ezt a drótot, de most kezdek arra gondolni, hogy az öreg öngyilkos lett. Csak nem tudom, miért jött volna be ide és nyírja ki magát itt. Volt valami helység, hogy nem jártunk. Még így emellette lejjebb. Óvadék, köszönöm. Jaj, óvadék. Váltságdíjat, az nem az. Megint a vízet hallom. Ez a kinyílt valamelyik ajtó? Villogás? De eddig is be tudtam nézni, nem hiszem. Lehet. Ha beszélni csak vele. Azt mondom, hogy esemény lesz. Hiszem, hogy be. Hát akkor itt valami lesz. Kötél, és a nyaka köré rakja, persze. A lift. A lifttel csinálja. A spara? A spara? Tehát a lifttel nyomta be. Azt nem értem, hogy miért, annak több értelmét láttam, hogy ezt a liftet használja, és akkor ez a lift ezért nem működik, mert kinyírta vele magát. Viszont ez a lift volt, amit használt, tehát ez a lift ma alapból sem működött. Egyébként mondom, skacok, én úgy érzem, hogy Jimmy az úgy nyírja ki az embereket, hogy nem ő nyírja ki őket konkrétan, hanem ráveszi őket arra, hogy megöljék magukat valahogy. Eléri, mint a kislánynál is, leitatta a kislányt. De aztán a felső tudja, hogy mi a fene folyik ott, vagy itt igazából. Mert most miért lett öngyilkos, hogyha nem is csinált semmit a Jimmyvel, érted? Csak ezért megvádolták? Jó, persze, ez hatalmas meg a gigapara lehet, de hát... Érted? Csak bebizonyítanám az igazamat, vagy addig mennék, amíg bebizonyítam. Is it Dr. Bose? Yes. Mi a hangon válaszolt? I saw you tying a rope around your neck. Láttam, hogy kötelkötöttél a nyakad köré, és megölted magad. Miért? Mert már elegem volt. Mert nem volt visszaút. Mert véget ért az életem így is, úgy is. Ez para. Az nagy para. Véget ért Dr. Bull sztoria. Na, GG, GG. Mi a véleményetek erről a szituációról most, kacok? Mi a véleményetek?
annyira azért nem fejtette ki, hogy mi az, hogy nincs visszaút, meg mit tudom én. Tehát mindenki csak így megzabálta ezt, hogy a csávó bántotta a kisgyereket. Most érted? Tudjuk jól, hogy a hotel tulaja az tudott arról, hogy Jimmy hazudik. Tehát akkor miért nem játszottak ők össze ketten, a két felnőtt? A hotel tulaj az tanúskodhatott volna a dokinak, hogy tudom én is, hogy hazudik a gyerek, meg is találtam a papírt. Még az is lehet, hogy később ezért durrant be nagyon, nem a hotel igazgató, mert ugye rájött arra, hogy öngyilkos lett a doktor a kisgyerek miatt. Mert később találta meg ezt a kivágott újságcikket, talán emiatt? Doki rejtegetett valamit, amiért fixen lecsukták volna. Lehet, mondom, én nem tudom, hogy mi van, de kezdem úgy érezni, hogy itt az embereknél van valami susmus. Mondom, hogyha a kislánynak a sztoria nem lett volna, akkor totál úgy lennék vele, hogy igazából itt a Jimmy-t azt elkattintották, vagy nem tudom. Nem tudom. Tükrözz át, ha megtudunk valamit? Na biztos, hogy megtudunk valamit. Meg a dokinak voltak bizonyítékai. Igen, meg mi történtek a bizonyítékaival? A véres rongyal, meg a... Volt még valami bizonyítéka a dokinak. A kar talán? Volt még valami bizonyítéka a dokinak, az fix. És úgy emlékszem. Tehát a gyereket csinált vele a kisgyerek, hogy szilánkot tett szendvicsébe, és csak így hagyod? Hát csak, de ki az, aki hagyná azt, hogy csak egy ilyen dolog hazugság miatt a gyerek átverje őt, meg hogy megszívassa őt? Tudja, hogy senki nem hagyná, mindenki bekattanna és menne az igazáért az út végéig. Úgyhogy valami volt itt még a dokinál szerintem, amit nem tudunk. Tükrözzünk egyet, nem lehet tükrözni? Mit tudik itt áll? Búcsú levél? Hát, hogy nyomjunk még egy tükrözést. Szerintem is jön vége lesz a játéknak, amire nem számítunk, igen. Hány szellem van szerintetek összesen? Az ágy a sztori is zavaros még. Ja, virág, azt nem is értettem igazából. Én azt hittem, hogy ott ő bántja Jimmy-t. Nektek az ágy a sztori, az nem olyan volt, mint a tényleg parákat csinálna a kisgyerekkel? Mi van akkor, hogy azért öngyilkos az orvos, mert kajak bántotta a Jimmy-t. Érted? Mi van akkor, hogyha kajak bántotta őt? Összesen 5 szellem sztori van, az kemény. 5 vagy 6? Ez ugye a főnök úr. Ugye itt majd ezzel megyünk tovább, ezek a baseball ütőkkel. Meg van még egy ember a 121-es teremben a lepel alatt. Hát az majd kiderül, hogy az ott mi. Ott az ágyon a Doki nagyon fura volt. Aha, szóval nektek is fura volt. Jó, úgy láttam, hogy a Harvey-val kell tovább mennünk. Jó, GG. Oké, mi van, ha a csökje vagy? Az is szellem, csak mi nem tudjuk. Hát a játék kezdete alapján nem hinném, hogy szellem lenne. Nem hinném. Nem hinném. Szerintem nem. Szerintem skacikit most megállunk. Majdnem 10 órája streamelek, úgyhogy lecsillelek. És csilleljetek le. Aztán szerintem akkor holnap este folytatjuk innen. Nem tudom. Így, hogy holnap nem lesz hétvége, így is adjátok, hogy este játszunk az horror játékkal. Azt, hogy napközben mivel játszunk, azt meg kiposztolom az Instagramon meg a Facebookra, ha követtek ott, Chris Advice. De egyébként pedig szerintem holnap valány órától játszunk tovább, és akkor megyünk tovább a következő szellemnek a sztoriával. Nekem ez tűnik a big play-nek. Az a baj, hogy mi lejutunk a következő sztori végére, addigra valószínűleg már a hajnali valamennyi lesz. Aztán a felét nem fogjuk felfogni annak, ami történik, azt még nem akarnám. Meg elég jónak érzem ezt a sztorit, egyébként nem is akarnám lerásolni. Most vagyunk még csak a felénél az úsznak, ugye még lehet, hogy holnap után is ezzel fogunk játszani. Egy kellemes esti kalandnak tűnik ez az egész, egyelőre élvezem nagyon a játékot, nem, hogy ti is élvezitek szerintem nagyon. Hasonló ez az egész ahhoz, hogy mint egy kis sorozat tölt, hogy folyamatosan kialakul a sztori, kialakulnak a dolgok.
Azt érzékelem, hogy Jimmy egyre erősebb, egyre jobban el tud kapni, és ugye valaki azt mondta, hogy 10%, hogy nem biztos, de lehet, hogy 10%-onként erősödik meg, meg lesz komolyabb. Hát majdnem ott vagyunk az 50%-nál, úgyhogy lehet, hogy nem sokára akkor belemegyünk a nagyparágba. De nem baj, szívesen belemegyünk a nagyparágba. Több ilyen game kéne? Vannak hasonló gémek, meg játszunk hasonló gémekkel, de igazából így, hogy játszani fogunk ugye holnap, meg még lehet holnap után is a játékkal, így lesz. 18%? 48%, de hogy 18, az nagyon durva lenne. Az nagyon-nagyon durva lenne, Jézusom. És kacok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ahogy elmondtam egész nap rengetegszer, ha még nem tettetek volna meg, ne felejtsetek el a képernyőjén bekövetni a csatornát, ezzel jelzést kaptok, mindent kaptok, tesó, lehet, hogy tájmaszörök látogatnak meg, nem tudom még mit ígérjek, de lesznek dolgok, ha beköveted a csatornát, egyébként pedig csekkoljatok le a YouTube-on, Chris Advice, a Békeszigete, ezek a végigjátszások is felkerülnek ugye, vagy erre a csatornámra, vagy arra a csatornára. Egyébként pedig kövessetek, mint ahogy mondtam, a social médián. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ez egy nagyon hosszú nap volt. Kíváncsi leszek, hogy holnap mennyire lesz rottyin a torkom a sok közvetítéstől, vagy most kommentálástól, a verseny kommentálástól. Igazából most nem érzem azt, hogy rottya lenne a torkom, de lehet, hogy rottya lesz. Ugye lehet, hogy nyomnom kéne egyébként valamit, ami segít ezzel, nem tudom, hogy forró tea, egy forró tát kell, hogy így akkor valami mézes valamit, nem tudom. Nem tudom, megpróbálom majd kitalálni, hogy mit kéne. Ahhoz, hogy holnapra stabil maradjon a hangom, ne az legyen, hogy hé, szevasztos kacok, halljátok, meg kéne nyomni a horrort. Az lehet, hogy nem lenne, lehet, hogy nem lenne az igazi. Mindegy. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltam a kacok. Remélem, hogy senki nem lesznek rémámai. Találkozunk holnap, és holnap folytatjuk a sztoriát Majának, illetve Jimmynek, illetve a szellemeknek. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, további szép estét és jó éjszakát nektek. Sziasztok!